Üdvözlöm Önöket! Színjátszást, mozgásművészetet, zenélést, közös alkotást kedvelő fiatalok számára szerveznek Mattábort idén és Zentán. Vendégem Rafai Telecski Ágnes, a Vajdasági Magyar Művelődési Szövetség ügyvezetője és Utos Áron elnök. Jó napot kívánok, sziasztok! Hát ez ugye a Vajdasági Magyar Amatőr és Diák Színjátszók tábora. Hogyan alakul az idén a szervezés? Készen vagytok? Jó úton vagyunk. Maradjunk annyiban, van még egy pici idő. És azt gondolom, hogy a feladatoknak a javarésze az teljesítve van. Elég jól látjuk már, hogy melyik csoportnak a létszámai hogyan alakulnak. És Zenta, ami évek óta, illetve hát ugye a kezdetektől otthont ad ennek a tábornak, Zenta az egy tökéletes helyszín. Úgyhogy ott tulajdonképpen bejáródott dolgok vannak. Hogyha mondhatom ezt, a korábbi éveknek a sablonjait kell csak tulajdonképpen egy picikét frissíteni, újítani, ami akár az elszállásolást, az ellátást, a különböző tereknek a használatát veszi igénybe. Hát természetesen minden tábor más, mindig mások a résztvevők, mások az oktatók, de a javarésze az azt gondolom, hogy jó mederben van most már. Hányadikától lesz ez idén? Hát a 11. Volt ugye ennek valamikor még egy előzménye is. Úgyhogy azt tudjuk mondani, valahol egy picit a 12. ugye egy háromnapos műhely munkás hétvégével kezdődött ez még annó, és aztán a következő évben meg már 7 napos tábor formával alakult át. De csak visszatérek a Giginek a mondatára, kicsit belekapaszkodok. Hát én azt gondolom, hogy igen, megvannak ezek a sablonok, de azért én fülnek szemtanúja vagyok annak nap, mint apai Gigi telefonál és csoportokkal kommunikál, és az új résztvevőkért, mindegyikért személyesen jó értelemben megküzd, mert meg kell küzdeni értük, mert sok a tábor is, sokféle típusú tábor van, ugye sokan sokféle tevékenységet is űznek az egyesületeken, vagy a műhelyeken belül nem csak színjátszás, hanem egyéb mással is foglalkoznak közművelődés népművészet vonatkozásában is. És hogy ez az, ami nem hagy, vagy hát egy csomó izgalmat rejt magába, meg hát ugye az oktatók, és de és azért... kezdődik, Áron? Ja, bocsánat, július 8-án kezdünk. Július 8-án, 18 nap múlva, nagyon bizony. Már 3 hét sincsen. Oktatók megvannak, a résztvevők, én úgy érzem, megvannak, de hát természetesen fogadunk még jelentkezőket. Meddig lehet jelentkezni? A hivatalos jelentkezési határidő az lejárt 18-án, de ez, hogy fogadunk még, ez azt jelenti, hogy néhány hely van. És ezt most nagyon, nagyon jó értelemben tudom mondani, hál' Istennek, hogy néhány hely van. Nem az van, hogy föl kell tölteni a csoportokat, hanem ha valaki nagyon szeretne, akkor még jöhet. Most tettük lehetővé azt is, hogy picikét jobban megreklámozzuk Magyarországon is a tábort, mert onnan is rengeteg drámatagozatos középiskola van, ahol alig várják, hogy egy-egy ilyen lehetőségbe belekapaszkodjanak. Tényleg remek csoportvezetők, remek oktatók jönnek idén, és azt gondolom, hogy ez az összeg, amit ezért fizetni kell, ez egy jelképes összeg. Hívó nevek vannak, Gigi? Vannak, azt gondolom. Hogyha szeretnéd, akkor részletesen is elmondom, hogy... Nem kell a teljesség igényével, csak hogyha ki lehet emelni 2-3 olyan hívó nevet, akire felkapják a fejüket. Igen, én azt gondolom, hogy aki a színházi világban picikét járatosabb, annak mondjuk Perényi Balázsnak a neve nagyon ismerős, ő az, aki bábáskodik a tábor fölött már a kezdetek óta, és Balázstól bármikor bárki nagyon sokat tud tanulni, de idén a legidősebbekkel Szárdár Tagirovszki fog dolgozni, aki meg azt gondolom, hogy most ebben a pillanatban a magyarországi színházi szakmában is egy nagyon-nagyon jó pozícióban van, egy föltörekvő, érdekesen jól gondolkodó fiatal alkotó, aki a kliséktől el akar rugaszkodni, és kísérletezik, műhelymunkákat tart folyamatosan, és a magyarországi neves színházaknak az igazgatói is egyre jobban felfigyelnek rá, tehát rengeteg munkája van, rengeteg díjazott előadása van, és nagyon izgalmas dolgokat csinál. Ő most nem olyan rég Újvidéken rendezett, és hát az az igazság, hogy az újvidéki kollégáktól is azért megpróbáltunk utána járni, hogy belülről milyen volt a munka, mert hogy a végeredmény az nagyon izgalmas, és mindenki szuperlatívuszokban beszélt róla, úgyhogy azt gondolom, hogy tőle is nagyon sokat lehet majd tanulni.
Egyébként hogy kell elképzelni ezt a mattábort, ezt az egyhetes mattábort? Tehát csináljunk már kedvet azoknak egyrészt, akik még nem jelentkeztek, másrészt, hogyha túlcsordulás lenne, akkor meg jövőre úgyis lesz 12. Tehát, hogy beszéljünk róla, tehát hogy kell elképzelni, hány szekció van, hogy vegyülnek egymással a csoportok, barátkozás, buli? Szerintem megosztva válaszolunk, én elmondom, hogy igen, három színjátszó csoport van, itt azért nem csak a korosztály, hanem azért a szakmai, mondjuk úgy szakmai tapasztalat is lényeges, azt szerint osztódnak be a csoportok, ott van a rendezői csoport, tehát külön a rendező, és a rendezőknél nincs korhatár, sőt a rendezői csoport kap majd saját színészeket is, akin tud rendezni. Ott van egy mozgásszínházi csoport, azon szerintem most már 7., 8., nem mertem utána számolni. Talán 7. éve. 7. éve, és vannak kötelező foglalkozások mindenkinek, ez a szokott lenni kreatív zene, de idén most hát nem lesz, hanem ott a beszédtechnika, tehát az evidens régen Ford Krisztina volt, most pedig évek óta 3., 4. éve Hernádi Kriszt az, aki oktatja. Van Tanya Színház látogatás, előadásnézés, előadáselemzés, de tovább is adom a labdát. Igen, mondjuk Hernádi Kriszta neve, és lehet, hogy sokaknak nem mond semmit, de ő is Budapesten a Színház és Filmművészeti Egyetemen tanít beszédet, nem csak színészeknek, hanem tévés, rádiós szakiknak is. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindenki olyan oktató, aki megállja a helyét, aki, hogyha egy picikét valaki utána néz, begooglizza a nevét, az egy csomó nagyon jó ajánlást fog róla találni valahol. És hát igen, kőkemény munka folyik ebben a táborban. Reggeltől estig? Reggeltől estig, bizony. Na, természetesen azért van lehetőség. Kapnak enni. Enni azt kapnak. Annyi színetet kapnak. Inni is? De csak ásványvizet meg kávét. 18 év alatt, igen. De azt gondolom, hogy ide általában olyan emberek jönnek, akiknek ez a munka, ez öröm. Szóval nem az van, hogy most napi 10 órába kell itt színeművészetet csinálni, hanem akik aztán egész évben tudnak ebből táplálkozni, vagy itt kapnak egy nagyon nagy lendületet, vagy lelkesedést, vagy ötletet, vagy volt már, hogy itt a táborban születtek olyan ismerettségek, hogy utána az egyik csoport vezetője elhívta a másikat hozzá rendezni, vagy vendégszínjátszani, vagy összejöttek és közösen csináltak valamit. Tehát, hogy itt azért olyanok vannak, olyan emberek járnak ide, akik valamit még akarnak a hétköznapi ellevésen, pangáson kívül. Ahogy Áron mondta, hogy sok olyan fiatal van, aki egyéb területen is mozgolódik, azt tapasztaljuk, hogy ugyanazok a fiatalok vannak egy-egy közösségen belül, akik énekelnek is, meg táncolnak is, meg verset is írnak, meg színjátszanak, meg mindent csinálnak. Tehát, hogy ezeknek az embereknek szelektálni kell, de aki eldönti, hogy ezt a tábort választja, az biztos, hogy itt annyit kaphat, nem csak szakmailag, hanem hiszem azt, hogy emberileg is. Ez nagyon-nagyon sokat számít, és azért az a jó, amikor tényleg azt látod, hogy 100 kilométerrel fog utazni a másik születésnapjára, az, hogy saját rögtön titkos Facebook csoportok, az, hogy, és amiben már mi nem is látunk bele, persze a szerelmek, a nagybarátságok, idézőes a csalódások, stb. Tehát, hogy megy is, és aztán meg kikötnek, vagy egy színjátszó színészként, egy színészi pályán, ne adj Isten, dramaturg, díszlettervezés, jelmeztervezés, vagy csak vitték ezt a csomó tapasztalatot magukkal, és egy értő néző lesz belőle. Igen. Például, és ott a biztonságérzet, a nyitottság, a helyzet felismerése, a helyzet kezelése, és tényleg ez a nyitottság, ez a nagyon, nagyon jó, hogy segít feloldódni, segít elhinni, meg feltárni a magad értékeit. Főleg azoknál, akik ugye a legkisebb csoportban, akik 14-5 évesen jönnek oda, azoknak, akik tényleg itt egy rügyként vannak ott, tehát nekik is annyira jó az idei oktatóik, minden évben nagyon jó. Most megint örülünk Patonai Anitának, hogy ő elvállalta, és drámapedagógus, nagyon nagy szakmai alázattal és tapasztalattal, úgyhogy tényleg úgy öröm mindig nézni ezeket a gyerekeket, ahogy a végén elválnak, persze ezek minden tábornak azért a velejárója, ugye a búcsút azért könnyek is jellemzik, de hogy aztán is működik egész évben ez a történet, vagy éveken keresztül. Kell-e előképzettség? Tehát kell-e, hogy tagja legyen valamelyik amatőr társulatnak, vagy egy zenei együttesnek az, aki ide szeretne jelentkezni, vagy nem szükséges?
Erről szerettem volna egy picit beszélni, amikor most mondtad a legkisebb csoportot, vagy a legfiatalabbakat, mert hogy vannak olyanok, akik úgy kerültek ide, hogy képletesen értve befizetett a nagymama a táborba. Tehát itt tulajdonképpen soha semmi köze nem volt még a színházhoz, vagy az amatőr színjátszó csoportjuk elküldte a fiatal valakit, mert ők látnak benne valamit, de ez a fiatal még soha nem állt a deszkákon. Tehát jöhet ide bárki előképzettség, előtudás nélkül 15 éves kortól, de azt gondolom, hogy Anita is egy olyan szakember, aki olyan finoman és érzékenyen tudja rávezetni a gyerekeket erre a bizonyos útra, ahonnan aztán lehet ő amatőr színjátszó, lehet belőle hivatásos színházi szakember, de lehet, hogy csak egyszerűen egy nyitott szívű, fölnőtt ember lesz belőle, aki egy csomó jó élményt kap itt. Úgyhogy előtudás nélkül várunk bárkit, akár a rendezői csoportba is. Most több olyan jelentkező van, aki még rendezéssel nem foglalkozott, már egy pici amatőr színjátszó múltja van, de azt mondta, hogy kipróbálná magát a másik oldalon is, hogy hogyan tudok úgy instruálni, hogyan tudok úgy jól adni utasításokat, hogy azt lássam a színpadon, amit én szeretnék. Mit szeretnék látni? Ahhoz ugye ezt is tudni kell. Aztán, hogyha eljött, akkor az azzal is jár, hogy miután egy évig megpróbáljuk azért követni úgy a munkáját, hogy szakmai segítségnyújtás, felhívott, hogy van, mint van, miben tudunk segíteni. Szóval azért nem szabadul egy könnyen tőlünk, az is biztos utána remélhetőleg. Beszélhetünk akkor erről, hogy megmarad egyfajta matt életérzés? Az biztos. Nagyon örülök annak, hogy működnek ezek a bizonyos matt csoportok a Facebookon, akár egy nagy összesített, akár az évekre lebontott táboros szűk csoport, és hát azért ott komoly életre szóló barátságok vannak, és hogy én így próbálom visszapörgetni az éveket, számomra is néha meglepő, hogy azok, akik most teljesen természetes dolog számomra, hogy a művészeti akadémián vannak, vagy akár már hivatásos színészek lettek belőlük, vagy valamilyen hasonló vízen mozognak, azok sokan itt kezdték. Akik most egy társaságot képeznek, azok itt ismerkedtek meg egymással. Szóval, hogy úgy azért valami értelme csak volt ennek az elmúlt 10 évnek. Találtam 2014-ből egy szlogent. Mattolok, tehát vagyok. Ez volt a nyertes szlogen. Na most azóta van-e új, vagy ezt így húzzátok magatokkal 2014 óta? Én el is felejtettem, hogy volt ez a szlogen, de most, hogy mondod, ez egy jó. Rákerült, meg mindenféle felhívásra. Hát szerintem nem is kell új szlogen, elég csak a mattot kimondani, aztán az a jó egyébként, hogy szájhagyomány útján azért terjednek a dolgok. Tehát volt egy olyan közösség, ahonnan egy kislány jelentkezett, és ő már többször volt a táborban, de ott is van egy elég erős amatőr színjátszó mozgalom, de ők inkább a felnőttekre koncentrálnak. És felhívtam a kislányt, hogy én kérnék tőle segítséget. Szerintem ott van több ügyes fiatal is, és hogy azok miért nem jönnek a táborba. És mondja, hogy ezt ő se tudja, de akkor megkérdezi őket. Megkérdezte őket, elmesélte, hogy milyen is ez a tábor belülről, tehát nem én egy külső felnőtt idegen szervező, azt mondom, hogy jó menedzsment, és majd rábeszélek, hogy gyere, hanem egy olyan valaki tud róla hitelesen beszélni, aki már többször volt, évek óta visszatérő, és hopp, hirtelen egy óra múlva volt még három jelentkező arról a településről. Erre értettem én, hogy meg kell küzdeni jó értelemben minden részvevőért, hogy még most már az se elég, hogyha kiküldöd a helyi közösségbe, az egyesületbe a plakátot, hanem pont ezek a személyes megkeresések, ráérzések azok, amik aztán tényleg, mert hogy meg kell küzdeni most a fogyásban is a gyerkőcökért, meg az, hogy minőségi programot kínálsz nekik, azért az egy nagyon fontos, és fel kell fedezni azokat a rétegeket, ahol eddig ugye nem biztos, hogy tapogatóztunk, úgyhogy egy ilyen szervezés is, egy jó kis közösség, kutatás is ilyenkor, és hát mondjuk el, hogy ugye ez közösen a Művelődési Intézettel az elejétől kezdve, ez egy közös történet, úgy, hogy nagyon sok minden más is, mit nem mondtunk, talán, és hogy hét napos a tábor. Vagy igen, ugye, igen, gála az igen. Is. Igen, gála műsorral zárul, és minden évben elmondjuk, és most is elmondom, nagyon aláhúztam minden oktatónál, hogy de ne az legyen a cél, hogy a gálára készítünk valamit, amit majd jól megmutathatunk. Persze a szülők azért, ugye, a szülők azért szeretnék, hogy valamiben belenézzenek, de
Mondjuk nekem nagyon emlékezetes az az év, amikor a Táborosi Margarita rendezői csoporttal dolgozott, és Vojceket dolgozták fel. Nagyon izgalmas terekben, a Bolyai Kollégium udvarában nagyon izgalmas tereket találtak. Ők este tartottak egy bemutatót nekünk, a táborlakóknak, és másnap ők a gálán semmit nem mutattak meg, de szerintem abban az évben a rendezői csoport annyit kapott, annyit fejlődött, hogy hihetetlenül tudtak belőle táplálkozni. Hát ez a lényeg. Lesz gála műsor, lesz valami bemutató, igen, de megegyeztünk. 15-én, ugye? 15-én, igen, de megegyeztünk az oktatókkal, hogy nem kell komplett előadásokat csinálni, hogyha mutatnak egy 3 perces jelenetet, vagy egy 12 perces összeállítást, az is tökéletes. Ne ez legyen a cél. Minél több újdonság, minél több élmény, hogy legyen miből egy évig táplálkozni a következő táborig. Köszönöm szépen, akkor ezek szerint július 8-án 11-dik madtábor egészen 15-ig, és még mindig várják a jelentkezőket. Köszönöm szépen a beszélgetést! Mi is köszönjük!